Üdvözlöm a nézőket! Martini Noémi vagyok, a HVG újságírója. Idén 45 éves a HVG. A heti lapként indult brand, amely mára az ország leghitelesebb hírforrása. Ennek apropóján beszélgettem 16 egykori és jelenlegi kollégával, köztük a HVG alapítóival, kulisszatitkokról, letiltott címlapokról és betiltott plakátokról, az utóbbi 4,5 évtized legmeghatározóbb cikkeiről, és arról, miként látják az újságírás jövőjét. Tartsanak velünk ezen az izgalmas utazáson! A mai beszélgetésen a HVG több generációjával is beszélgetni fogunk. Itt van velünk a stúdióban Bábá Vilmos, Vince Mátyás, Kocsis Györgyi és Dobszai János. Sziasztok! Első körben el tudjátok gyorsan mondani, hogy hogy kerültetek a HVG-hez? Ez valakinek lehet egy kicsit hosszabb történet. Jó, hát én vagyok a HVG alapító főszerkesztője. Ezt néhány évig még a HVG impresszumában is visszaköszönt el az állítás. Tehát a HVG 1979. júniusában jelent meg az első száma, és nem előzmények nélküli. A világgazdaság volt tulajdonképpen az elődje a HVG-nek. Ez egy napilap, gazdasági napilap volt, az új mechanizmusnak a szülötte, 1968-tól működött. Én 70-ben kerültem oda, közgáz egyetemet elvégeztem, és ez volt az első munkahelyem, és mentem föl a raglétrán egészen rovatvezetőig. Lehet, hogy már erre te nem emlékszel, Matyi, de 1975-ben, amikor én utolsó éve, 5. éves voltam a közgazdasági egyetemen, akkor ott volt egy konferencia. Rendeztek egy konferenciát, ez aztán talán augusztus végén, vagy még a tanév elején volt, szeptember elején, és én arra a konferenciára benéztem, vagy valami, és te ott voltál tudósítóként a Világgazdaság című napilaptól. És akkor valahogy megismerkedtünk, valószínűleg azért, mert engem már érdekelt az újságírás, én az egyetemi lapnál is már évek óta dolgoztam, és a közgazdászban, igen, és akkor megismerkedtünk, és én mondtam, hogy én szeretnék dolgozni a újságíróként, és te mondtad, hát próbáljam meg a Világgazdaságot. És akkor még 5. évben elkezdtem külsőzni a Világgazdaságnak, és akkor itt ugorunk 4 évig, aztán elvégeztem az egyetemet, dolgoztam Világgazdaságban, közben született egy gyerekem, és akkor 79-ben, amikor indult a HVG, akkor a Matyi megkérdezte ott a munkatársakat a Világgazdaság című lapnál, hogy ki az, aki esetleg beletartana az új heti laphoz, és aki te is úgy gondoltad, hogy talán jó lenne, és végül is így mentem a Matyival az új laphoz. Igen, volt egy limitje annak, hogy hány a Gyulai Pista, aki a Világgazdaság főszerkesztője volt, 4 embert engedélyezett, hogy én elhozzak a napi Világgazdaságtól. János, neked már volt újságíró tapasztalatod, mielőtt Igen, hát természetesen mindig HVG-s akartam lenni, mint mindenki. Viszont akkoriban nagyon sok jogász és közgazdász végzettségű újságíró volt. Én meg a magyar történelem szakos diplomámmal ugye úgy éreztem, hogy sok keresni valóm nincsen. Úgyhogy én nagyon sok előző kalandom volt több újságnál, mondjuk a legtartalmasabb és hosszabb ideig a Magyar Nemzetnél, ami nem tévesztendő össze a mai Magyar Nemzettel, mert az akkor valóban egy mértékadó napilap volt, ahonnan egy cikkem miatt aztán kibillentettek. Ugye szűkebb területem az egyházpolitika, az pedig a pápa látogatás idején arról szólt, hogy hogyan nem kéne összekeverni a politikát az egyházi ügyekkel. Jutalmul ugye elbocsátottak többekkel, volt ebben az időben egyébként is a Magyar Nemzet privatizáció kapcsán egy ilyen forrongás, és egy sztrájk nyomán engem ugyan visszavettek, de én már nem mentem vissza a Magyar Nemzethez, és ebben az időben én a Bécsi úton laktam, és Rézs út szemben a Világgazdaság szerkesztősége volt, úgyhogy én oda kerültem, oda mentem. Én a Matyit ott ismertem meg, mint főszerkesztőt, tehát nem mint HVG-s főszerkesztőt, majd onnan pár év után kerültem, pontosan a 92. novemberében jelent meg az első cikkem, és 93. tavaszán lettem munkatárs. Emlékszel, hogy mi volt az első cikked? Igen, az valami vélemény volt, hogy akkor valahogy korlátozták azt, hogy a borokon lehet-e használni a magyar címert, és azt hiszem az volt, hogy jó bornak nem kell a címer, valami ilyesmi címen írtam egy véleményt, ez volt az első HVG-s művem. És Vilmos? Az én történetem lesz a legrövidebb, mert én egy gyakornoki programmal kerültem a HVG-hez.
2,5 évvel ezelőtt. És neked is kifejezetten célod volt, hogy a HVG-hez gyere, mint amit te János mondott? Én sokat olvastam HVG-t mindig, mert hogy ilyen mindig volt otthon, meg ilyen 13-14 éves korom óta olvasok újságot. És persze, én nagyon-nagyon szerettem, és nagyon örültem, amikor volt egy ilyen, vagy lett egy ilyen lehetőség. A HVG is nagyon fiatal csapattal indult. Ugye Matyi, te voltál akkor 33 évesen az ország legfiatalabb főszerkesztője. Igen, az országos lapokat illetően Igen. én voltam. Milyen volt egy ilyen fiatal csapattal elkezdeni? Hogyan találtátok ki az egész koncepciót? És egyáltalán miért volt szükség egy új lap elindítására? Nem tudok a HVG történetéről beszélni, anélkül, hogy a világgazdaságról ne beszéljek, mert a világgazdaság méhéből fakadt a HVG, nem tudom ezt másképp mondani, mert a világgazdaság éveken át sok fejfájást okozott a magyar külkereskedelem és külpolitika irányítóinak, mert olyan dolgokat írt meg, közölt le, ami nem volt komilfó a korszak sztenderdjei szerint. De ugyanakkor pedig szükség volt, mert éppen hát egy nagy gazdasági nyitás volt a 68-as gazdasági reform. A magyar külgazdaság és a külkereskedelem híreivel foglalkozott a Zöld Újság oly módon, hogy őszintén tárgyilagosan, oly módon, hogy ez sokszor problémát okozott. De mindegy, el akarták tüntetni a sokan a világgazdaságot. És az az önzés született, hogy szétválasztják, lesz a világgazdaság, tovább folytatódik, mint napilap a kamara tagvállalatainak belső használata, tehát korlátozott terjesztésbe, és lesz egy heti lap, amelyik főleg arra fog vigyázni, hogy nehogy a külkereskedelemben problémákat okozzon, és a magyar politikai status quo-t ugyan ne veszélyeztesse a írásaival. De hát ez nem pont így lett. Megalakult 79 tavaszán, megszületett az döntés, hogy ez a kettéválás megtörténik. A szerkesztőség átlag életkora 28 év volt, tehát nem csak az én 33 éves vagy főszerkesztőimi voltam volt különlegesége, hanem az egész csapat, Csikó csapat, ahogy mondtuk, de ez alapvetően hozzájárult a lap sikeréhez, és azt gondolom, az is a lap sikeréhez hozzátartozott, hogy lehet egyrészt a világgazdaságtól átjött négy ember, de föl lehetett venni embereket, akik nem voltak az újságíró szakmába, mert adj uram Isten, június 1-én el kellett kezdeni a publikálást. Valóban úgy, hogy be voltunk dobva a mély vízbe. Uh-huh. Én is ugye úgy emlékszem, hogy hát a Matyi azt mondta, hogy hát akkor téled lesz a gazdaság rovat, és te leszel a rovat vezető. És akkor én hát nagy levegőt vettem, és féltem is, de ugye kihívásnak is éreztem. Matyi ösztönzött minket, hogy volt egy mintánk, ugye nyugati minták tulajdonképpen, az Economist, a Newsweek, a Spiegel, megpróbáltuk az akkori körülmények között azt a fajta újságírás tényalapút, de közérthetően, de viszonylag a közérthetőségben némi humor is belefért, ami valóban alapvetően a Horváth Zolinak volt köszönhet, egy könnyedebb hangvétel, ideológiai hittérítéstől viszonylag mentesen próbáltunk akkor, tehát nem az akkori pártállamnak a szövegeit nyomni, hanem csak ugye, ahogy a Matyi aztán hosszú évek alatt mindig mondtad, hogy az volt az elv és az volt a gyakorlat, hogy tágítsuk a nyilvánosság kereteit, betesszük a lábunkat az ajtórésbe és megvárjuk, hogy rácsukják-e vagy nem. A hangvétele az ilyen nyugatias típusú volt, és ezt a közönség nagyon-nagyon díjazta. És a lapkoncepció fő elemei, amik mind a mai napig szerintem, hát ha nem is kivétel nélkül, de benne vannak a lapkészítésben, a kritikus szellem, a korrekt nyelvhasználat, az idegen szavaknak a kerülése, a rövid lényegre törő fogalmazás, a kritikus szellem, de kiterjedt a képaláírásoknak, vagy a leadeknek a meglétére, ami akkor nem volt divat a magyar sajtóban. A lead az a háromhasábos tördelés, amit az Economistba meg a Newsweekbe onnan átvettünk, az abba a korba újdonság volt Magyarországon. Egy jó hangulatú szerkesztőség volt, amelyet
a kornak a szellemétől eltérően a bizalom és a másik kollégának a tisztelete vezérelt. Hát, ez akkor igen. Még az volt, amikor Bányász elvtárs berendelt engem magánbeszélgetésre, mert ilyen félellenzéki csoportosulásban vettem részt, ugye nyilvánosságklubban, emlékszel, Matyi, és persze, és ez a hatalomnak nagyon nem beszélgetésre. Hát egyébként mennyire feltetek, vagy ezt így viccnek vettétek? Azt is akartam mondani, nem akarom elvenni a szót, csak azt, hogy például a műhely munka és a bizalom, ahogy a Matyi mondta, hogy én legalábbis úgy emlékszem, hogy akármennyire is, valamennyire hallottuk azt, hogyha neked a pártközpontban valamit számon kértek rajta, de ezt szinte soha nem éreztük lejjebb. Tehát a szerkesztő és a Matyi érdeket nem adta tovább, nem lettünk megbüntetve azért, mert valami olyasmit írtunk, ami nem tetszett a pártközpont. A más szerkesztőségekben úgy tudom, hogy ezeket továbbadták a munkatársaknak, ezeket a büntetéseket, mi nálunk ez nem volt. De ha jól tudom, ti elég kreatívan kibújtatok az ilyen dolgok alatt, például, ha jól tudom, amikor lett először fénymásoló az irodában, arról jelenteni kellett volna, hogy miket fénymásoltok, nehogy szamizdat iratokat terjesztetek. Igen, hogy ez úgy volt, hogy kaptunk a Soros Alapítványt, teleszúrta az ország, hát nem teleszúrta, de egy csomó mindenki, például az akkori Fidesz is kapott fénymásoló berendezéseket, mert hát azt nem lehetett csak úgy megvenni a boltba, akkor hogy nektek ez elképzelhetetlen, de így volt. És hát nagyon örültünk, de kellett volna vezetni valami regisztrálásra, hogy mit másolunk, hogy hát azért ugye, ezt te jobban tudod, hogy a pártközpont tudják ellenőrizni, vagy nem tudom, a hírlapkiadó vállalatnál, ami ugye ahova tartoztunk, mint kiadó. És, de hát persze nem vezettük, és akkor a Matyi úgy fél évenként úgy eszedbe jutott, hogy hoppá, hát valamit kellene csinálni, és akkor konkrétan emlékszem, hogy egy kollégám, speciál a Mézes Flóri, úgy emlékszem, az elkezdte másolni az új magyar lexikont, és beleírni abba a regisztrálásba, hogy hát valami mégis legyen valaminek a nyoma, mert egyébként meg szamizdatokat másoltunk rajta. Ja, most te például tudod, hogy mit jelent az, hogy K-telefon? Mert ha jól tudom, a HVG-ben híresen nem volt K-telefon. Nem volt K-telefon, mert... De először elmondjátok, hogy mi az a K-telefon? Hát az egy kedvéért. Külön telefonvonal az elvtársaknak. Hát ez a... Most már az összes ilyen. A fontos elvtársaknak, beosztásoknak volt K-telefonja, ez egy külön, ha emlékeim nem csalnak, 4 számjegyű telefonszám volt. Általában a főnök asztalán pirosra festve, vagy piros színű műanyagból ott volt, mikor lehetőség lett volna, akkor se szeretettem meg K-telefon, mert a Gyulai Pista azt mondta, és milyen igaza volt, hogy egy K-telefonnak két vége van, nem csak te tudsz fölhívni rajta embereket és ügyeket intézni, hanem téged is föl tudnak hívni első dühünkbe, ami nem jó. Úgyhogy engem keresni kellett mindig, mert K-telefonom nem volt. Személyesen kellett téged megkeresni? Hát meg kellett találni, mert nem lehet ez a K-telefonon elérni. Hát a K-telefon mellé elvárták, hogy ott az ember minimum titkárnő képviseltesse magát, és azonnal szóljon vissza, hogyha valami probléma van. De hát én már a világgazdaságnál hozzászoktam a kritikus dolgokhoz, és már a legvégén az volt a taktikám, hogyha magasrangú pártfunkcionális vagy kormányember odaszólt a HVG-be, hogy Vince elvtárs, megint már mit írtak, miért nem figyelnek oda az ország gazdasági érdekeire, és akkor ezt mondta X elvtárs. És akkor én mondtam X elvtársnak, hogy Y elvtárs fél órával ezelőtt telefonált, és pont az ellenkezőjét mondta, mert megdicsérte ezt a cikkünket, és én azt gondolom, hogy az lenne a helyes, hogyha egymás közt tisztáznák, hogy melyik a pártvonal éppenség. De hát ez már a puha diktatúra legvége volt. 80-as évek. Igen. Most pedig azért vége. Nehéz újságírónak lenni, mert nem is nagyon beszélnek az emberrel. De azért vannak helyzetek, amikor az ember el tudja őket csípni. Ugye most elég sokat vagy terepen, és többször is megszólítottál politikusokat. Mi az általános élményed ezekről, amikor mondjuk kormánypárti politikusok, miniszterekkel kell beszélgetni? Hát szerintem van ez a sajátos a magyar mife, ez a politikus üldözés, amikor valaki kilép egy ajtón, és próbál eljutni a kocsijáig, és akkor ebben az időintervallumban kell megszólítani. Van, aki mindig megáll, mert imádja ezt csinálni. Például a Menczer Tamás, ő azt a taktikát követi, hogy addig válaszol, amíg meg nem unjuk. És tényleg, tehát hogyha lenne rá kapacitás, ő
Tehát, hogyha ennek az embernek azt mondják, hogy álljon ki a Blaha Lujza térre 48 órán keresztül propagandát mondani, akkor megkérdezni, hogyha mikor kezdődik. Nagyon, vannak, akik ilyen nagyon lelkesek, gondolom próbálnak fenntartani egy ilyen imidzset, hogy ők egy ilyen emberarcú orbánisták, és akkor megállnak beszélgetni, Navracsics Tibor például ilyen. De van, aki ez meg egyáltalán nem lehet hozzáférni. Volt olyan, amikor valakit felidegesítette, vagy azt érezted, hogy így nem szeretnéd beszélni? Nagyon sok embert felidegesítettem, de semmilyen Zsoltot nagyon könnyű felidegesíteni például. Mert ő elkezd ilyen ős-magyar történetekről derilálni elég hamar, és akkor próbálja az ember visszaterelni a beszélgetést abban a mederben, honnan kiindultunk, tehát egy kérdésre kell válaszolni, és akkor hamar elpattan az agya. Mikor ilyen korú voltam, mint te, akkor még ugye nem kamerával rohangáltunk a politikusok után, és lehetett is interjúkat csinálni, de meg lehetett figyelni, hogy fokozatosan egyre kevésbé beszélnek, és szerintem az egyik utolsó interjú, amit még Pokorni adott, azt talán nekem adta, de ez egy olyan interjú, ami nem jelent meg, mert nagyon emlékezetes volt, hogy végig beszélgettünk másfél órát, megírtam belőle az interjút, majd visszaküldött egy olyan változatot, mellé csatolva egy Magyar Nemzet interjút, amit nem tudtam értelmezni, egyrészt a szöveg nem emlékeztetett arra, amit én csináltam vele. Megkérdeztem, mondtam, hogy lehet, hogy ez a beszélgetés valahol lezajlott, de én azon nem vettem részt. Kihúzótól a Magnóról leírt szöveget mutattam, hogy én csak rövidítettem. A mellékelt Magyar Nemzet cikkre meg rákérdeztem, hogy ezt azért csatolta-e, hogy így kellene interjút készíteni vele, és akkor persze mentegetőzött, hogy nem. És hát nem jelent meg ez az interjú, de szerintem mondom, azóta Pokorni Zoltán a sajtóban gyakorlatilag meg se szólal. Lesz egy kis játék, amivel készültünk. Fel kell ismernetek címlapokat. És azt kérném, hogy mindegyikben van kettő. A címlapnak egy részlete van a képen. Nézzétek meg, és ne kiabáljátok be egyből a megfejtést, ha tudjátok, hanem egy picit várjunk. Sejteni vélem. Várjál. 1988. Ez egy... Ezt sejtem. Volt egy ilyen... Ez egy kés. Egy forintos volt. Igen. És ez valami bérbruttósítás volt. Te is fiam bruttó, szerintem bruttó. Az. Igen, itt van a teljesítések, ezt is megmutatom. Ez nem. Egy elég korai címlap, nyugodtan adjátok körben. Te is fiam bruttó, mikor felbruttósították a kereseteket. Igen. Na, már nem semmi, hogy Matyi felismerted egy balenyúval. Ezt tovább adhatjátok. Köszönöm. Hát. Én ezt láttam, vagy én ezt tudom melyik. Nem tudom megmondani a címét. Hát ez már hát valami 2000-es évek közepe táján? Hát ez szerintem pár éven belüli, amikor talán Szijjártó táncol egy asztalon? Nem, közel. Ja tudom, nem. Közel jár, tudom, az Orbán ilyen rutáncos. Dirty Dancing. Igen. Aha, Orbán Viktor. Igen. Dirty Dancing. Erre emlékeztek, hogy minek az apropóján született ez a címlap? Hát az Orbán már akkor is kokettált azzal, hogy ő a nemzetközi porondon lesz majd szereplő. Hát ez viszonylag egy visszatérő dolog, igen. Orbán összerúgja a port az EU-ban. Igen. Igen, nem tudjuk már számon tartani. Igen, nehéz. Valószínűleg ő volt a legtöbbször címlapon. Igen. Hát nagyon sokszor igyekeztünk elkerülni, hogy rákerüljön, viszont az utóbbi időben gyakorlatilag, mivel egyre inkább minden az ő kezébe összpontosul, nekem erről van egy apró történetem, mert ahogy már említettem, én egyházpolitikáról elég sokszor írok, és ezért kapcsolatba állok, egyébként minden felekezet vezetőjével mondhatnám, és amikor a Covid-nak vége volt, akkor Erdő Péter titkára felhívott, hogy írjunk már arról, hogy vége van a Covid-nak, lehet menni templomba. És mondom, hát ezt miért írnál meg a HVG? Hát mert ők próbálták az MTI-nél leadni a hírt, és nem hozták le, és nem értettem, hogy mi van. Aztán megértettem a péntek reggeli Orbán interjúnál, és Orbán Viktor jelentette be azt, hogy mostantól lehet templomba menni, megszűnt a Covid-járvány, úgyhogy még ebben is egy személyi irányítás. Akkor Erdő Péter PR-osa sikerrel járt végül. Ez egy emlékezetes címlap, amikor a Putyinnak a... Ez a Putyin. Igen. Lába, ez meg Viktor alul. Szárom a párom. Igen. És ugye ez 22. januárja volt. Hát amikor már várható volt. Egy hónapra rátört ki az ukrán. Ja, igen. Igen. De ez egy nagyon jó címlap. Nagyon kellemes és nagyon találó, Szárom a párom. És van most hasonló
két-három héttel ezelőtti címlap, amikor a riksába ül a... Igen, húzza a pártelnök, a kínai pártelnök. Kínai elnök, és a Viktor egy kicsit kisebb ízet. Egyébként hányszor megpróbáltuk, hogy ne Orbán legyen a címlapon, vagy csak egy testrésze, a keze, a füle, nem tudom, de akkor mennek jól a lapszámok, gyakorlatilag megfigyeltük, amikor valamilyen módon rajta van. Egyébként most, mintha változna, most elég Magyar Péternek valamilyen testrészét rátalálni. Rá kell adni mind a kettőt. Igen, a kettőt együtt. Azért az infláció is szépen már meglátszik ezeket a címlapokban. Igen. Súlyos dolgokat, fajsúlyos dolgokat szocialista országokról csak az ő sajtójukból lehetett hozni, tehát... Amit ők már megírtak, azt lehetett itthon is megírni. Ha Moszkvát egy földrengés elpusztítja, akkor az addig nem hír, ameddig a TASZ nem ad róla. És volt, hogy ennek ellenére ti lehoztatok hírt? Például mit? Például Bős Nagymarosról, arról emlékezetes az első igazoló jelentést, arról kellett írnom, hogy hogy kerül a labba. Ott, ja, és persze lehetett hozni negatív vagy problémás dolgokat akkor, hogyha valahol már megjelent. Uh-huh. És a valóságban megjelent egy hosszú elemzés Bős Nagymaros problémáiról, és rácsaptunk, segítettek benne, hogy rácsapjunk, mert azért a valóságot persze olvastuk, mert színvonalas havilap volt. És hát tabu volt a téma. A kornak az irányelvei szerint volt egy csomó téma, amiről nem lehetett írni. Ami egyébként úgy zajlott le, hogy főszerkesztői értekezleten, vagy szerkesztői értekezleten megkérték kérjük az elvtársakat, hogy ezzel csak módjával foglalkozzanak, vagy ne foglalkozzanak vele, nincs aktualitása. Sajtóterv készült sok fontos eseményről, pápa látogatásról, Brezsnyev látogatásról, mindenről. Vannak szerintetek még tabu témák ma, amikről, tehát most nyilván teljesen más rendszerben élünk, de hogy... Már az, amit mi nem írhatunk le, vagy amit nem akarnak le, mert gyakorlatilag... Hát, amivel így vigyázni kell, hogy leírhatja egy újságíró. Orbán híresen kényes arra, hogy a családjáról. Hát igen, hát nyilvánvalóan betartjuk a sajtónak egyrészt a sajtóetikát, másrészt a sajtótörvény ránk vonatkozó részét, de ezen kívül nincsen tabu. Amikor a HVG-hez kerültem, akkor ugye új műfaj volt ezeknek a különféle toplistáknak az összeállítása. Például Juhász Gábor kollégánk, aki sajnos már nincs közöttünk, ő vezette be, hogy a politikusoknak a másodállásairól készített rangsorokat, mennyit keresnek, szépen kimutatta, hogy hányszorosát keresik meg a parlament falain kívül. Készültek bűnügyi listák. És azért hozom ide, mert én például elkezdtem a színházak rangsorát, ami egy világ legártatlanabb témájának gondoltam, és körülbelül 10 évig csináltam, eddig kaptunk, ugyanis a színházak lejelentik, hogy hány nézőjük volt, mekkora befogadóképességük, fizetésekről egy globális adatot, ezekből képeztem rangsorokat, majd egyre kevésbé jöttek az adatok, végül teljesen eltűntek, mert még ez is politikai témává vált, hogy mondjuk egy Vidnyánszky vezette színház meg tudja tölteni a Nemzetit. És akkor a legutolsó időkben már olyan szinten, hogy ezek a statisztikák mégiscsak közzé kellett tenni, és az az összekötő emberem, aki a minisztériumban ezt gondozta, akkor oda szólt, hogy most 10 percig kint lesz a honlapunkon, a statisztikai adat gyorsan töltsd le, és utána eltűnik. Tehát most ezt mondhatod, hogy ez tabu vagy volt? Nem tabu? Hogyan? Ez hányban volt? Egy nap. Körülbelül ez a szinte. Szóval pár éven belül hagytam föl ezzel, épp ezért, mert nem tudsz olyan témát találni, amiből ne éreznék azt, hogy hú, ebből nekik bajuk lesz, inkább nem adunk semmi adatot, az a biztos. Inkább nem nyilatkozunk, az a biztos. Uh-huh. Az adatokon túl, vagy a politikán túl mondjuk, például neked volt Vilmos, hogy olyan cikked, vagy interjúd, ami mondjuk lehet, hogy kicsit ilyen morálisan is felvethetett kérdéseket, ugye meginterjúvoltál egy drogdílert, ami egy nagyon olvasott cikk lett. A sok kommentelő feltette ezt a kérdést, hogy miért nem feljelentettem ahelyett, hogy interjút csináltam volna vele. Ezért szerintem ez, hogy bűnözőkkel csinálunk interjúkat, azért ez nem idegen, vagy ez nem ez volt az első ilyen alkalom a magyar sajtótörténetben, meg hát külföldön ez egy beszélgetett dolog, hogy ezekre, vagy ebbe a világba egy betekintést próbál valahogy adni egy lap, vagy egy tévé. Úgyhogy én személyesen nekem nem volt ezzel bajom. Tehát, hogy a drogdíler akkor is lesz, én nem interjúvolom meg. Úgyhogy mondjuk valami hasonlót mondott a drogdíler is arról, hogy
hogy miért adnál drogokat, hogy akkor is eladnának, ugye, hogyha nem ő adná. De hát nem hiszem, hogy emiatt valaki most nem volt ott a telefonszáma a végén, hogy itt lehet keresni. Azért ez egy óriási, ez egy gazdaságilag is egy tök releváns kérdés szerintem, hogy ez az egész hogyan működik. Tehát ez egy óriási piac, elképesztő pénzek forognak rajta Magyarországon is. Hogyha nem tudom, ez olyan, mint hogyha nem tudom, a baby tápszer piacról megjelennek egy cikk, az lehet, hogy kevésbé releváns, mint hogyha a drogdílerkedésről, mert egész egyszerűen annyi pénz mozog ebben, hogy ha már egy ilyen gazdasági fókuszon, nem. Egyébként csak arra, hogy hogyan lehetett akkoriban tágítani a nyilvánosság kereteit, hogy nem csak azzal, nyilván amiket Matyi mondta, hogy voltak effektív tabu témák, azok nehezen voltak kezelhetők. De az a lehetőség is volt, hogy olyan témákat, ami hát tudtuk, hogy kellemetlen a rendszernek, de hát végül is az emberek tudják, hogy ez van, azokat napi renden tartani. És például volt egy olyan rovatunk, ugye nem is tudom, több évtizeden át volt, ami a hiánycikkekre alapult. Egy perces interjú, az volt a címe, egy hasábon ment. Volt, majdnem végig volt egy állandó kolléganő, aki sajnos már nem él, aki ezeket szállította, Mocsári Erika. És ez minden héten, az indulástól kezdve, arról szólt, hogy mi az aktuális hiánycikk, és ugye abban a rendszerben mindig volt aktuális hiánycikk. Én általában azt mondtam, hogy valaki mindig azt figyeli az akkori belkereskedelmi minisztérium, hogy az én gyerekeim hogyan nőnek, és azt a számú cipőt vonja ki a piacról, amire éppen nekem szükségem volna. Tehát az, hogy hány, nem lehet kapni 32 gyerekcipőt, ez többször szerepelt a rovatban, de kezdve attól, hogy papírzsebként, tehát általában fogyasztási cikkek, hogy nem tudom, egy hűtőszekrény, hogy színes televízió. Hát sőt, éppen egy olyan hirdetést múltkor kiszúrtunk egy ilyen régi HVG-be, amit befeladták, hogy ilyen és ilyen típus számú targonca hátsó tömör kerekét keresik. Tehát még hirdetésként jelent meg a HVG. Ilyen specifikus. És ugye a kolléganő minden alkalommal elzarándokolt a vonatkozó minisztériumba, és ott föltette a kérdést, és ugyan himi-humi, de azért mégiscsak valami válasz, néha nem kapott választ, de maga, függetlenül attól, hogy milyen kitérő választ adtak, maga az, hogy napirenden volt tartva az, hogy hiánycikkek vannak, ami rettenetesen bosszantotta az embereket, ez egy olyan imidzset adott például a HVG-nek, hogy mi azokról is, a dolgokról is írunk, amit effektív úgy nem tiltanak, bár lehet, hogy volt belőle egyszer-kétszer probléma, erre már így nem emlékszem, de bosszantja a rendszert. Vagy a másik, csak gyorsan mondom, hogy volt ugye egy olyan rovatunk, hogy lapról lapra, ami azt jelenti, hogy nyugati újságból, általában, főleg azt hiszem nyugati újságokból átvettünk kis szemelvényeket, és ez is egy ilyen, ennek volt az eszköze, hogy mivel a magyar lakosság nem jutott hozzá nyugati lapokhoz, ugye azt hiszem csak szállodákba árulták, kemény valutáért, hogy valaki egy ikonomisz, egy financial tájszat, valamit megvegyen, vagy egy spiegel, és mi ezeket rendszeresen szemléztük, és ez is egy ilyen nyilvánvaló, hogy ott is kellett bizonyos mértéket tartani, de értesült a magyar közönség arról, hogy mi történik nyugaton. Amit a Györgyi mond, hogy akkor a nyugati lapokból vettünk át olyan dolgokat, amiről más nem értesülhetett, gyakorlatilag megismétlődik ma is, hogy a kormánypárti olvasó nem értesül bizonyos dolgokra a kormánypárti sajtóból, és ezért tapasztalatunk legutóbbi mondjuk a kegyelmi ügynél, hogy megugrik például HVG olvasottsága, meg a lap olvasottsága, mert amikor ugye le van bénulva a Rogáni apparátus, hogy mit kezdjenek egy ilyen hírrel, eseménnyel, akkor rögtön még azok is elkezdik olvasni a hitelesnek tartott orgánumokat, mint a HVG, akik egyébként máshonnan tájékozódnak. Egyébként hozzáteszem, pont a kegyelmi üggyel kapcsolatban én 2 évvel korábban megírtam a HVG-ben, most némi szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy amikor a Balogh Zoltán kiszállt a minisztériumból, a minisztérium vezetéséből, az egy Orbán Viktorral egyeztetett lépés volt, arra vonatkozóan, hogy hát foglaljuk el a református egyház vezetését is. Igen, ám, de volt ennek egy akadálya, hogy a zsinati előírásokban benne volt, hogy aki 10 évig nem gyakorolja a lelkészi hivatását, az nem indulhat püspökként. Hát mit ad Isten? Ugye a forrásom szólt, hogy éppen készül egy zsinati módosítás, módosították, hogy nem akadálya az, hogyha évekig nem praktizált az illető lelkész, annak, hogy püspökké válasszák. Én ezt megírtam a HVG-be, és akkor a 4 akkori református püspök közleményben
ítélte el HVG-t és benne engem, hogy hát ezt miért írom ezt, mert nem Balogh Zoltán érdekében történt a módosítás, hanem a Gyesen lévő lelkész nők is elindulhassanak. Ma már tudjuk, hogy hány lelkész nő, Gyesen lévő lelkész nő indult, nulla, és ugye Balogh Zoltán lett a püspök, és a kegyelmügyig tart ez a történet. Na jó, akkor még odaadok egy címlapot, hogy felismeritek el. Ezt én tudom, hogy micsoda. Nem is véletlenül adtátok a kezembe. Mert ez az egyetlen HVG címlap, amint szereplek. De ezen is felismerhetetlenül, mert háttal vagyok. És mellettem, ez érdekes, azt hiszem a Nagy Béla, aki a címlapokban részt vett, és hol a határát volt ennek a címlapnak a szlogenje, és a külföldi munkavállalásról szólt. Aminek hát sokféle pikantériája volt, az egyik, hogy én is beleestem ebbe. Na igen, és pont ennek apropóján, amikor te Amerikába mentél, akkor készült egy külön kiadvány, igen, ami már csak te látszol, és egy ilyen búcsúztató volt. Igen, mert ez az eredetie volt, ami 83, nem is tudom, korábban jelent meg, és aztán sokkal később jelent meg HVG. Az volt a HVG. HVG. És Györgyi, téged például hogyan érintett ez, amikor megtudtad, hogy a Matyi Amerikába vándorolt? Ja, tudom, hogy ezt azért kérdezett Noémi, mert ennek híre ment a szerkesztőségbe, hogy ugye ez úgy történt, hogy én elmentem egy sajtótájékoztatóra, és ott találkoztam kollégákkal, és akkor egyik kollega azt mondja, hogy hát úgy hallom, hogy elmegy a főszerkesztőtök Amerikába. Vince Matyi elmegy emberre, és mondom, micsoda, én erről nem tudok. És bementem a szerkesztőségbe, és hát számon kértem a Matyit, hogy én ezt hallottam, hát hogy lehet ez. És akkor utána te bejelentetted a szerkesztőségnek, hogy valóban így áll a helyzet, hogy elmész Amerikába, Világbankhoz dolgozni, és amikor ez történt, akkor én, hát most én bevallom őszintén, sírva fakadtam. Ezt máig szégyellem, de mert hát nem tudtam elképzelni, hogy ugye Matyi kezel alatt kezdtem dolgozni a Világgazdaságban is, meg a HVG-be is, és hálás voltam neki azért, amit tanultam tőle ezen a téren, és ugye voltak összetűzéseink, mert keresztül húztad a fűsztollal a kéziratomat, meg ilyeneket csináltál, de hát ez mire való egy szerkesztő, így van, de aztán mindig megbékéltünk. És nem tudtam elképzelni, hogy most akkor mi lesz. Hát aztán az élet tovább ment, de én tényleg akkor minden, hát meg voltunk egy kicsit döbbenve, hogy az élet így alakul, de hát aztán az a szerencse tényleg, hogy azt gondolom, hogy ezeket a tradíciókat, a jó tradícióinkat, ezeket így tovább tudtuk vinni, és a gyakornokoknak is, és a fiatal újságírók is ezt a kollektív emlékezet, ezt így ébren tartja, és számon kéri, és megőrzi, és ez, azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy ezeket az értékeket, ezt megtartsuk, és tovább vigyétek. Rossz érzésem van, hogy nem tudtam összefoglalni, hogy a HVG micsoda, mert annyira szerteágazó és sokféle. Ma tettem egy kísérletet, hogy megnézem máshol, hogy másnak mi a vélemények, és a ChatGPT-t megkérdeztem, hogy ez a mesterséges intelligenciának egy hozzáférhető leágazása. És sikerült megfogalmaznia? Hát sikerült, hogy szívesen elolvasnám, csak nem jó a szemüvegem, nem olvas el valaki, vagy felolvasni egy bekezdésben. Mi most melletted? HVG mindig is híres volt a kritikai hangvételéről és független újságírásáról, mert gyakran bírálta mindenkori kormányzatot és politikai vezetőket, amiért időnként politikai támadások célpontjává is vált. Az olvasók a HVG-t hiteles és megbízható forrásnak tartják a magyar médiapiacon, ami részben annak köszönhető, hogy munkatársai között számos elismert újságíró és szakértő található.